szerdán a Belgrádban látogatunk a Rádhoz. A Rád csapata hát kikapott az első fordulóban 2-0 a Proletértól, de láttuk a mérkőzést. Rád egy fiatal csapat, egy mozgékony játékos, lehet, hogy nem eléggé tapasztaltak, de azért, hogyha nem figyelünk oda, akkor sok problémát tudnak majd okozni, mert mondom, hogy gyorsak és fiatalok, nagyon motiváltak. Nehéz mérkőzés lesz biztosan, mi sem még nem vagyunk abban a szenzációs formában, ha bár a második fél idő a Vojvodina ellen már jó volt, szeretnénk egy olyan fél időt átvenni egy 90 percre, és hogyha az úgy lesz, akkor szerintem a győzelem is megjön. Na poslednjoj utakmici protiv TSC-a, tad sam bio član Rada, bila jako intenzivna utakmica, dosta golova je bilo, čak smo imali igrača više u tom momentu od ekipe TSC, ali ovdje su momci pokazali da su jako spremni, da su odgovorili sa igračem manje na toj utakmici. Imali su jak odgovor, tako da su nas pobedili. Sad je kontra situacija. Sada sam ovdje i naravno da ću se od sebe da doprinesem pozitivnom rezultatu. Očekujem da ponovimo izdanje kao po većem delu utakmice protiv Vojvodine i mislim da pobjeda neće doći u pitanje, ali mislim da smo kvalitetniji tim od ekipe Rada, ali moramo to da pokažemo na terenu, jer danas je fudbal jako izjednačen, ako ne date 100% nećete pobediti nikog, tako da na nama je da odigramo maksimalno angažovano od prvog minuta i da se vratimo sa prvom pobjedom u novoj sezoni.